Én nem bántalak. Eddig nem bántalak téged. Eddig ismersz. Mi van? Nem kell félni. Igazából úgy kerültek hozzám, hogy a nagyobbik volt meg hamarabb. Bementem az üzletbe, és ő kiválasztott engem. Megtetszett nekem is. És ahogy kivettem, hogy megnézem, elaludt a kezembe. És amikor vissza akartam rakni, akkor felfutott a nyakamba, és nem akart leszállni. Gyerekként nagyon-nagyon kreatív voltam, most is kreatív vagyok, de nem annyira. Rettenetesen jó fantáziám volt. Mindenféle történetet kitaláltam, és úgy meséltem el mindenkinek, hogy elhitték. De ilyeneket, hogy majmom van, meg hogy pónim van, meg... tehát volt olyan, hogy az egész oldalnak bemeséltem, hogy itt van egy állatkert van. Úgy tartottam mindig, hogy semmi se lehetetlen. Most is úgy vagyok. Vele... nagyon vidám voltam, meg nem... tehát nem keseredtem neki soha annak, hogy én más vagyok, vagy, mint a többi gyerek. Én teljesen normálisan kezeltem. Ha a gyerekek közé mentem játszani, akkor én nagyon egyszerűen elmondtam, hogy én nem tudok járni, én nem tudok veletek futni, és mások is jól kezelték más gyerekek. Akkor ők leültek mellém, és játszottunk a homokozóban. Soha nem éreztem annak a hiányát, hogy én kéne járjak ott húsan utána, mert mindig megoldották, hogy ne érezzem rosszul magam. De tudjunk játszani együtt. Igyekszem arra, hogy arra összpontosítani, amit lehet. Nem szoktam olyan dolgokra vágyni, amit tudom, hogy úgyse kapok meg. Mert azt tudom, hogy egész életemben hajszolhatnám, hogy én maraton fussak, hogyha egyszer soha nem fogok. Lehet, hogy egyszer lesz egy olyan sportos kerekesszékem, amivel fogok maratont futni, mert van ilyen. Szóval valamilyen szinten mindent lehet. Tünde a második gyerekünk. Úgyhogy nem volt ez annyira újdonság, nem az első gyerek volt, és Csíkszeredában született. Azért Csíkszeredában kizárólag egyetlen oka volt ennek, mert ott az újszülöttek az édesanyjukkal vannak. A nagyobbik testvére Péter is ott született, ismertem az ottani körülményeket, úgyhogy ez az egyetlen ok vitt oda. És valamivel hamarabb be kellett feküdnöm a szülészetre, mert nem jól feküdt, keresztirányba feküdt, és úgy nézett, hogy lehet, hogy ez egy problémás szülés lesz, de amúgy minden a legnagyobb rendben volt. És úgy tudtam. És akkor eljött a szülésnek a pillanata, és amikor megszületett, ott volt az orvos is, hát ő azt mondta a bábasszonynak, hogy vigyázzon, hogy fogja meg, mert sebb van a hátán.
és még annyit mondott, hogy sajnáljuk, hogy ez történt. Pontosan tudtam, hogy mi van, mert hogy volt egy ilyen furcsa közjáték pontosan a szülészeten az idő alatt, ami alatt én bent voltam, és valaki éppen arról mesélt, hogy volt neki egy gyereke, aki nyitott hágerincsel született, és ezt hosszasan elmesélte, és akkor, amikor megszületettünk, de akkor ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy neki is ugyanaz a baja van. De ezt most komolyan mondod, hogy szülésre várva egy másik nő, aki ugyancsak szülésre várt második gyermekre, elmondta, hogy előtte volt egy nyitott hátgerinccel született gyermeke? Ez komolyan neki már mondod? Megszületett a második gyereke akkor. Jó, de hogy ezt neked a szülés előtt ezt kellett hallgatnod? Igen, ezt elmesélte. Ez nagyon igen. Furcsa, nem? Igen, nagyon furcsa. Olyan utólag olyan sorsszerű. Már akkor is az volt. És mi történt azzal a gyerekkel? Mit mondott neked? Azt a gyereket nem vitték haza. Bent maradt a szülészeten. Ő bejárt, gyakran meglátogatta. És azt hiszem 4 hónaposan meghalt a gyerek. Mi történt a te gyermekeddel, a ti gyermekedekkel? A Tünde sebbel a hátán született, egy nyitott sebbel a hátán. Itt ebben az esetben rendkívül fontos a sterilitás, hogy ne fertőződjön az a seb, mert az halálos kimenetelű lesz. Akkor agyhártyagyulladást kap a gyerek is, meghal. Nem vigyáztak egyáltalán rá. Én az elején nagyon hamar megtudtam, hogy mik ezek az első, mi az elsődleges veszély, és figyeltem, hogy mit csinálnak vele. Mert hiába, hogy azért mentem én oda szülni, hogy velem legyen a gyerek, őt elkülönítették. De nem azért különítették el, hogy steril körülmények között legyen, hogy jobban figyeljenek rá. Az ön lemondjál róla? Hát ezt így nem, csak mert ő más volt, mint a többi gyerek. De 4 nap után elhoztam a szülészetről, mert akkor még 1 hétig általában bent kellett lenni a gyerekekkel. Saját felelősségemre elhoztam, mert azt mondtam, hogy ez ilyen körülményeket otthon én is tudok biztosítani a gyereknek. És akkor egyenesen elmentünk, nem is hazajöttünk, hanem elmentünk Marosvásárhelyre, hogy nézze meg szakorvos. Megnézte a szakorvos. Sok hozzáfűzni valója nem volt. És aztán hazajöttünk. De mégis mit mondottad az orvos te? Egy ilyen ambuláns, nagyon gyors vizsgálat volt. Annyit mondott, hogy sok tennivaló nincs a gyerek körül. Megkérdeztem konkrétan, hogy elvigyük el külföldre, esetleg valahol tudnak-e többet tenni érte. Azt mondta, hogy bárhová visszük a világon, amíg a gyerek nincs körülbelül 6 kilós, olyan 2 hónap körüli, addig nincs mit tegyenek vele, addig nem lehet műteni, nem bírnak el a műtétet, úgyhogy nyugodtan menjünk haza, esetleg figyeljük, hogy a fejkörfogata nő-e, mert hogy ezzel a betegséggel a vízfejűség is együtt jár. Úgyhogy mi hazajöttünk és figyeltük a gyereket. Én persze vigyáztam, hogy a hátán a sebet szépen kötözzem. Az nagyon gyorsan gyógyulni is kezdett, érdekes módon. Utólag tudtam meg, hogy ezek a sebek nem gyógyulnak be. És mértem a fejét Tündének. A feje nagyon gyorsan, a fejkörfogata nagyon gyorsan nőtt. Visszamentünk 4 hét múlva. Marosvásárhelyre. Ugyanahoz az orvoshoz.
Idegsebész? Idegsebészhez, igen, szakember, és azt mondta, hogy vízfejűségnek nyoma sincs. Most megjegyzem, hogy egy hét múlva Magyarországon, Budapesten, mert már nem hittem el, hogy nincs semmi baj ezzel a gyerekkel, elvittük Budapestre, akkor ott azt mondták, hogy ordítóan vízfejű. És azóta is van bennem egy nagy kérdőjel, talán már nem is kérdőjel, hogy ez egy tudatos félrevezetés volt. Mert hogy ez meg is ismétlődött, más gyerekkel konkrét helyzetet ismerek. Sajnálatos módon nem szívesen mondom ezt, mert rengeteg végtelenül hosszú sor az, amennyi ember segített nekünk, és ezek között rengeteg volt az orvos. De pontosan az első, nagyon-nagyon meghatározó pillanatban két olyan orvosba futottunk bele, akik nagyon furcsán viszonyultak, az úgy gondolom a fejlődési rendellenességekkel született gyerekekhez. Azt hiszem, merem, lehet ezt általánosítani. Úgy gondolom, hogy ők a magánvéleményük a felülírta az orvosi esküjüket. Mert meg vagyok győződve, hogy ők nem tapasztalták meg, hogy hogy egy mozgássérült gyerek, vagy egy értelmi fogyatékos gyerek lehet öröme a családnak. És sőt, a társadalomnak is, akár azt is mondhatnám, hogy lehet hasznos tagja is, de lehet hasznára is. És hogy az ő meggyőződésük, az emberi meggyőződésük az volt, hogy terhet jelentenek az ilyen betegek a családnak is, a társadalomnak is, az egészségügynek is, és jobb, ha nincsenek. Én nem hiszem, hogy egy neves idegsebész ne tudta volna akkor azt, hogy néhány kilométerre odébb ezeket a gyerekeket az első 24 órában megműtik, Magyarország területén bárhol születik, elviszik Budapestre és megműtik, befedik azt a sebet, hogy ne fertőződjön, és aztán jön a többi. Tulajdonképpen ott, amiatt, hogy mi aztán gyakran visszamentünk, rálátásom nyílt arra, hogy mi történik az ilyen betegekkel, és tulajdonképpen a születésük pillanatától egy sínre kerülnek, egy nagyon szépen bejáratott rendszerre. Ott már megvan az orvosi gyakorlat arra, hogy mi történik az első napon velük, amikor a műtét után egy teljes kivizsgáláson esnek át, egy ideggyógyászati kivizsgáláson, hogy milyen sérüléseik vannak. És nyilván ezt rögtön követi az, hogy azokat a sérüléseket, azokat a problémákat hogyan kell orvosolni. Tehát mi, amikor Tündét megműtötték az idegsebészeten, akkor nem azt mondták, hogy most már hazamehetnek, hanem azonnal ajánlották azt, hogy vigyük el ideggyógyászhoz, nézessük meg, hogy mi a probléma, és ahhoz megkaptuk a megfelelő feladatcsomagot. És attól a perctől kezdve nekünk rendszeresen ki kellett menni, és gyakorlatilag folyamatosan kontroll alatt volt minden. Megtanítottak arra, hogy hogyan kell tornáztatni, nagyon fontos itt a mozgatás, az ingerlés, hát amit lehet, azt vissza kell minél hamarabb hozni, hogy aztán fejlődjön, jól fejlődjön. Nagyon érdekes az, hogy Tünde nem volt egy beteges gyerek soha. Lehet, hogy Tünde kevesebbszer volt beteg, mint a másik két testvére. Hihetetlenül szívós volt, hihetetlenül nagy volt benne az életerő,
a születése pillanatában is. Hát kérdeztél az első időszakról, amikor Tünde megszületett, és azt mondták, hogy sajnáljuk. Akkor tudod, utána következik egy ilyen jó óra, másfél, amíg nem szabad felkelni. Még az alatt, az egy óra alatt ott sírdogáltam az ágyom, aztán mivel Tündét elkülönítették, nem hozták mégsem oda hozzám, akkor felkeltem, és bementem Tündéhez, felvettem. Hát amúgy a legszebb gyerekem volt, hogyha szabad ilyent mondani csecsemőként, gyönyörű nagy fekete szemei voltak, hosszú fekete haja volt, ugye ilyen tölteléknek csomagolják az újszülötteket. A kezeit én nem tudom, az a gyenge gyermek, mert sokkal gyengébb volt, mint más újszülött, már kiszabadította és billegtette az ujjait. Hát amikor felvettem, bennem kétség nem volt, attól a perctől kezdve, hogy itt szó nincs arról, hogy itt sajnálni kellene valakit. Tehát attól a perctől kezdve volt egy feladat. Én pontosan tudtam, hogy ez itt a dolgok rendben lesznek, csak egy kicsit másképp kell csinálni. Hasonló helyzetben van, mint én. Például épp eszi, hogy mondjam így, és mégis szégyellik a szülei, vagy az egész családja. Vagy valami nem speciális iskolába járt, pedig hát ugye én kijártam az iskolát egészségesek között, és nem is volt semmi csúszás, hát 18 évesen érettségiztem. Szóval nem kell emiatt semmi hátrányt szenvedjen senki, csak azért, mert ő kerekesszékben van, vagy valami hasonló. De rengeteg ilyen esetet látok, hogy szülők, testvérek, meg mindenki szígyeli, hogy neki sérült hozzátartozója van. Ebben én úgy gondolom, hogy mindkét fél szerepet játszik. Tehát, hogyha egy mozgássérült, szellemileg nem fogyatékos, akkor szinte nélkül kötelessége, hogy tegyen azért, hogy őt ne kelljen szígyelni. Mert nagyon rá tudnak játszani, és én is, hogyha akar, nagyon rá tudnék játszani, hogy mennyire rossz helyzetben vagyok, és sajnáljatok. Én mindig igyekeztem úgy élni, hogy ne kelljen engem szégyelni. Kiskorában neki nagyon-nagyon könnyen ment a barátkozás. Egy igazi cserfes lány volt, rendkívül könnyen barátkozott mindenkivel, idegenekkel is. Hát, nem tudtunk úgy metrózni, vagy villamoson utazni Budapesten, hogy a mellettünk állót, vagy ülőt meg ne szólítsa, ne kérdezze valamiről. Mindig valakivel valami beszélgetés kezdeményezett. Nagyon könnyen barátkozott. Itthon gyárgyóban is? Igen, itthon is. Jellemző módon nem tudtam bevinni szinte sehová, amikor vásárolni mentem. Kint kellett hagyjam a kocsiban, volt neki egy ilyen általában mozgássérült, gyerekek használnak ilyen nagyobb kocsit, és abban kint hagytam, de amikor kijöttem az üzletből, szinte biztos, hogy valakivel ő éppen beszélgetett, akit megállított. Aztán a nagyobb korában a barátkozás, az, hogy stabil barátai legyenek, az már sokkal nehezebben ment. Talán azért is, mert mindenki zizeg, és rohangál, és nehezen állnak meg egy olyan
barátnő mellett, aki kerekes székhez kötött. Nem tud velük menni mindenhová, vagy nem tud önállóan velük menni. Általános iskolában, amikor ötödikes lettem, akkor kerültem ugye tanárok közé, addig tanítónénik voltak is, akik rengeteget foglalkoztak velem, és nagyon vigyáztak arra, hogy ne érezzem hiányát semminek, és úgy nevelték a többi gyereket velem, hogy törődjenek velem, és ahogy kikerültünk a szárnyaik alól, ez gyökeresen megváltozott, akkor és ugye abban a korban kezdtünk kamaszodni, ami egy elég kritikus időszak, és akkor már minden gyerek, minden kamasz futott a saját feje után, én nem tudtam futni utánuk, és kiközösítések lettek, és gonyolódások, akkor nagyon rövid idő alatt nagyon egyedül maradtam. Inkább olyan 12-13 éves koromban éreztem meg, hogy és azután, azóta is tudom, tudatosult bennem, hogy ez azért nem annyira természetes állapot mindenkinek. Ott már voltak nehézségek. Tündinek is nehezebb volt már, mert 7 éves kora után kezdett a gerince nagyon erősen elbőrbülni. És hát amiatt, hogy nem tudott mozogni, folyamatosan bent kellett üljön az osztályteremben, a többiek kimentek szünetre, tehát ez már egy kicsit kellemetlenebb volt neki is, már kezdte nem szeretni annyira az iskolát. A legnehezebb időszak az utolsó 4 esztendő volt, hiszen ott akkor a gimnáziumba járt, az egy régi épület, nincs akadálymentesítve. Az első 2 évben, 9-10. Osztályban nem voltak elég körültekintőek, vagy nem is gondoltak szerintem arra, hogy próbálják megoldani, hogy ne kelljen neki is minden órára esetleg más emeletre menni. Ez egy nagyon nehéz időszak volt. Aztán 2 év után ők kialakították úgy az órarendet, hogy nagy részt egy emeleten volt az ő osztályuk. Akkor valamivel könnyebb lett. Tehát szerintem annál jobb érzés nincs, mint hogyha egy társaságban vagyok és élő zenét hallgatok, vagy ha élőben megölel valaki, tehát sokkal jobb megölelni valakit, mint hogy egy üzenetet kapni tőle. Szeretek bulikba járni, inkább a rocker bulikba. És ez egy olyan jó 5 éve indult. Akkor, hát nem éppen véletlenül, de szinte véletlenül keveredtem egy buliba. Hallottam már annak az együttesnek a zenét egyszer azelőtt, és nagyon tetszett. Aztán véletlenül megláttam, hogy lépnek fel itt a városban, és muszáj volt elmenjek még egyszer, és ott összeismerkedtem koncert után velük, de én sem számítottam rá, de nagyon nyitott volt akkor mindenki, és nem csak velük ismerkedtem meg akkor, meg főleg utána, hanem ott, akik még ott buliztak, akár közönségben. És utána így épült a dolog, mert a kapcsolat az nem szokott meg. A tűző nap hevében 1000 éve várok, most kibontom szárnyaim, és rád találok. Elmondom, hogy ott a képed, a szobám falán. Elmondanám. Én vagyok a tűz. Vannak napok jócskán, amikor nem sikerül rávegyem magam, hogy kimenjek
találkozni emberekkel. Ki visz ki? Hát aki éppen akad itthon, nagymamám rengeteget van velem, és hát ő reggeltől délig, délutánig, és nagyon sokszor az van, hogy én amikor ebédelek, ő utána megy haza, és akkor éppen, ha én ki szeretnék menni, akkor amikor ő megy haza, akkor elkísér valameddig, és ott hagy. És valaki utána megy a családból? Igen, hát meg édesanyám a színháznál dolgozik, a színháznál is van egy kocsma, oda is szoktam bejárni, vagy a színház dolgozóival is nagyon jóba vagyok. És még néha besegítek. Úgyhogy ott általában jól feltalálom magam, és megvárom, hogy édesanyám végez a munkával, és hazajövünk együtt. Ebédelni, vacsorázni általában együtt szoktunk. Előfordul, hogy megnézzünk egy filmet, vagy valami műsort. Az is közös, és családi fényképre, ha összegyűlünk, az is egy közös program. Mi már olyan jól voltunk Tündével ott 3-4 napig, de amikor arra gondoltam, hogy haza kell hozni, és hogy esetleg mekkora szánalmat fogok látni a szüleim szemében, akkor nagyon féltem. És ez az, amiért talán, ha háláról van szó, lehet, hogy elsőnek ez jut eszembe, hogy hogy pontosan úgy fogadtak Tündével, mint a többi gyerekemmel. Fel sem merült az, hogy sajnálkozzanak. Tehát pont úgy ölelték magukhoz Péteriet meg tőle, ugye ő még 2 éves sem volt, és a Tünde elkezdett sírni, amikor hazahoztuk, hogy ő akkor elszaladt. Nem de, gondol, ez egészséges gyermekkel is ugyanezt történhetett. Igen, gondolom persze. De ez egy nagyon szép pillanat volt az életünkben, az én életemben biztos. Hogy sikerült? Érdekes. Így. Jele. Tele vagy szőrrel? Rendesen viselkedett? Nem. Jól van. Jó. Éhes vagy? Így. Akkor megyünk ebédet készíteni, jó? Vagy akkor megvan, de segítesz egy kicsit. És ez is kész lett. Igen. Igen. Na jó. Akkor én felmegyek, segítek Zsuzsának, és akkor te is feljössz, jó? Jó. Édesanyád milyen? Hát édesanyám...
Arra remélem, hogy hasonlítok olyan szinten, hogy, amit elmondtam magamról is, hogy olyannak látom őt is, hogy tudom, hogy nem volt könnyű velem soha, mióta megszülettem, és szinte 23 éve nem könnyű velem, és ez azért rengeteg idő. És mégis ő úgy érezte, hogy megéri, mert hát gyermeke vagyok, és minden áldozatot meghozott értem, és el tudom képzelni azt is, hogy évekig nem aludt, meg hogy rengeteget utazott miattam, és amikor annyira megnőttem, hogy már voltak kívánságaim, ugye mai napig, ő, hogyha úgy látja, akkor tehát segít abban, hogy az én álmaim teljesüljenek, és nem félek hozzá kérésekkel fordulni. Tehát ezt is meg tudtuk beszélni az egyetemet, hogy amikor én vissza akartam menni az egyetemre, akkor nem volt olyan könnyű neki ugye elfogadni, meg hát kétségei voltak abban, hogy most én hogy fogok visszanyúlni, megtanulni, meg is értettem. De hát megelőlegezte a bizalmat. Ő is, hát úgy látom, hogy végtelenül erős minden téren. Tehát, hogy nem csak én fárasztom, hanem úgy minden, meg mindenki. És mégis csinálja, és nem fut el. Milyen édesapád? Jaj, Istenem! Édesapám is az olyan ember, hogy elfogadott ő is első pillanattól. Nem volt ilyen probléma vele, viszont ugye édesanyám futott mindig velem mindenhova. Igazából ugye volt egy bátyám, aki akkor még kicsi volt, úgyhogy vele is kellett legyen valaki. De kitartott, és ugye a férfiak szoktak ilyen esetben legtöbbször megfutamodni, ha éppen a nő nem futamodik meg, akinek sérült gyermeke születik, akkor a férfi hagyja ott az egész családot. Az én apám nem tette ilyent, ő elfogadott, és teljesen átlagos gyerekként nevelt ő is, és nem éreztette ő se soha azt. Sőt, ha ilyet lehet mondani, ő még néha többször, mai napig többször arra buzdít, hogy minél több lehetőséget használja ki, mert hogy igazából annak, hogy kerekesszékes vagyok, vannak ilyen szinten előnyei is, hogy tehát főleg nekem fontos ilyen koncerteken, például ha van egy zenekar, amit nagyon szeretek, akkor valaki látja, hogy kerekesszékes vagyok, és szép szemekkel nézek rá, akkor találkozhatok a kedvenc zenekaraimmal, rengeteggel találkoztam már, és rengeteg magyar rocker ismer engem, akik ilyen felkapott zenészek, és tudják, hogy ki vagyok, és ez nekem rengeteget jelent. És apám mondta rengetegszer, hogy használjam ki a lehetőségeimet. Inkább tanács szinten kaptam tőle sokat, mint hogy fizikai támogatást annyira nem. Meg lelkileg főleg nem. De amikor jó pillanatai vannak, akkor jó tanácsokkal lát el. Mi a jövőképed ebben a helyzetben? Neked? Reálisan? Én azt el tudom mondani, hogy én mire vágyok.
De az lenne fontos, hogy, hogy Tünde pontosan lássa az ő jövőjét. Mert Tünde, ha valamit akar, akkor az biztos, hogy eléri. Ahhoz, ha ki sem mozdul a szobájából, ő azt akkor is képes véghez vinni. De igen, igen nagy akarat ereje van, ha valami motiválja. Én azt szeretném, de ezt én szeretném, nem tudom, hogy ő pontosan, hogy gondolja, hogy úgy érzem, hogy ez a szakma, amit ő most tanul, egy olyan szakma, amit gyakorolhatna is. És rettenetesen fontosnak érzem azt, hogy dolgozzon, hogy hasznos munkát végezzen, hogy közösségben legyen. Mert az utóbbi évek arról szóltak, hogy amióta nem jár iskolába, hogy nagyon-nagyon keveset van közösségben, nagyon elmagányosodott. Valakit esetleg hibáztatsz, hogy ez így alakult, vagy szemreányást teszel valakinek? Vagy? Nem. Ez fel sem merült. Kérdezték már. De nem. Abban az időben is észre lehetett volna venni azt, hogy esetleg a magzattal, Tündével gond van. De hát én ismertem az itteni körülményeket. Észre lehetett volna venni egy ultrahangos vizsgálaton is, hogy probléma van. Volt is erre lehetőség, konkrét lehetőség. De hát itt a nőgyógyász szakorvosok nem ultrahangos szakorvosok. Tehát én nem kérhettem számon azon a nőgyógyászon, hogy ő... Miért nem látta? Vette észre. Mert tulajdonképpen volt ultrahangos vizsgálat, csak nem vette észre. Persze, többször is. Igen, igen. Igen. Érdekes, most erről a kérdésről az jutott eszembe, hogy Magyarországon, főként amikor a Pető Intézetben volt Tünde huzamos ideig, akkor volt a szülőkkel több kapcsolatom, mozgássérült gyerekek szüleivel, és nagyon-nagyon sok volt az olyan eset, amikor beperelték az orvost, a szülész szakorvost általában. Őt okolva azért, hogy a gyerek rendellenességgel született. És tőlem is megkérdezték, hogy miért nem teszem ezt. De nem hiszem, hogy ez a mi esetünkben egy... hogy ennek helye lett volna. És nem is hiszem azt, hogy az ember egy ilyen esetben az energiáit erre kell fordítsa. Amúgy jellemző módon ezeket a pereket nem a szülők nyerték meg, ott sem. Úgyhogy nagyon sok energiát beleadtak, lehet, hogy belekeseredtek. Én ezt nem így gondoltam sosem. Mit szeretnél? Hát nyilván azt, hogy mindenki boldog legyen a maga helyén. Ha most Tündéről van inkább szó, akkor azt, hogy találja meg a helyét, találja meg a barátait, a szerelmét, az életének a célját, mert most egy picit úgy érzem, hogy nem egy picit, ezek mind hiányoznak. Tudsz te segíteni ebben a dologban neki még? Vagy már ez már meghaladja a te áldozatkészségedet? A tieteket, mert az ő végül is egy család van körülötte. Hát én már úgy érzem, csak abban tudok segíteni,
amit ő kér, amiben ő kérje a segítségünket. Ezekben a dolgokban már nem. Te kitől szoktál segítséget kérni? Én nagyon sokszor tőle. Nagyon sokszor tőle. Akkor léphetnénk még sokat előre, hogyha erősen összefognánk néhány dologban. Még van ahová fejlődni. Ti ketten? Igen. Igen, hogyha mondtam, hogyha Trinde nagyon akar valamit, akkor azt el tudja érni. Hát fontos lenne, hogy ő akarjon sok mindent még. Olyan dolgokat, ami néha nagyon, nagyon prózai dolgokon múlik az, hogy az ember boldogulhat-e, vagy jobban boldogul-e. Gondolok itt most pont arra, hogy mennyire önálló. Azért ő is tehetne még, hogy még önállóbb legyen. Ez nagyon sok munkával jár. És a függetlenedik tőlünk jobban megnyílik előtte a világ. Tulajdonképpen egy szülő egy pillanatban a sérült, mozgássérült gyerekét gondolom, hogy a többi gyerekére bízza, nem? Nem szívesen bíznám a többi gyerekre. Nem azért, mert nem segítenének, hanem mert ők is olyan korban vannak, amikor a maguk életét kellene éljék, építsék. Ezért lenne fontos többek között az, hogy Tünde minél önállóbb legyen, minél kevesebb segítségre legyen szüksége, és amennyiben segítségre van szüksége, annak esetleg az anyagi alapját is előteremtse, mert én ezt nem tartom elképzelhetetlennek az ő esetében. Ha mondjuk a szakmában dolgozhatna, amit tanul például. Igazából megvárnám azt, hogy végezzek, hogy lássam, hogy addig milyen tapasztalatokat szerzek, meg hogy biztos fognak mások is véleményt mondani, hogy miket látnak jónak. Nekem olyan sok tapasztalatom ilyen téren nincs, hogy egy ilyen egyetemről még mit lehet csinálni, lehetek pszichológus, és nyithatok egy kabinetet, ez a legkézenfekvőbb, de én szeretnék látni még más tapasztalatokat, meg más eseteket. A család a születésnapjaitokat ünnepli, és ezt köszönjük, hogy egy kicsit mi is betekinthettünk ebbe az ünneplésbe. Az elkövetkező időkre vonatkozóan mennyi erőtök van az esetleges éles helyzetekhez? Nem tudom, kell-e annál élesebb helyzet, mint amikor a gyermek megszület, és azt mondják az orvosok, hogy ez tulajdonképpen reménytelen, maximum néhány hetet fog élni. Nem hiszem, hogy annál élesebb helyzettel fogunk találkozni, ráadásul az akkor váratlanért, most bármi történik, nem fog váratlanul érni. Következésképpen én nem hiszem, hogy ez okozna valamiféle különösebb problémát. Eddig is megoldottuk minden problémát, ezután is meg fogjuk oldani, mert nem mondom, hogy nincsenek megoldhatatlan problémák. De olyan nem találkoztunk eddig, és őszintén kétlemű fogunk jövőben. Nagyon sok érdekes helyzet volt a Tünde élete során. Én nem tudom nem azt mondani, hogy a gondviselés mindig velünk volt. Én már egy idő után azt vettem észre, hogy számítóvá váltam, mert olyan sokszor volt mélypont, amiből azt hittem, hogy nem tudom kijönni, hogy nincs tovább, nem tudom, hogy merre kell menni.
hogy és mindig megnyílt egy ajtó, ez nagyon érdekes volt. Úgyhogy egy idő után, amikor már bajban voltunk, akkor tudtam, hogy ez is meg fog oldódni. Én nagyon remélem, hogy tényleg ez így lesz tovább is.